Sziasztok srácok, én a sajtelmiszkettőmik, és a mai videóban válaszolunk el a kék és a piros közül. Pontosabban a kék lehetőség és a piros lehetőség közül, és a végén a titkos szavazás után bizony küzdelem lesz. Úristen srácok, törpének születtünk volna születéskor, vagy csak az egyik lábunk van meg? Hát ez a két lehetőség eléggé brutális. Én azt mondom, hogy most élőm ugye nagyon magas vagyok, kipróbálom azt, hogy milyen lehet törpének, ilyen nagyon kis mininek, ilyen 50 centisnek, vagy pontosan nem tudom, hogy a törpék mekkorák, de kíváncsi, hogy ki van velem, ki van ellenem. Remélhető. Egy ember ellen vagyunk, azt mondja, az nagyon, igen, hát az sajnos nagyon rossz, hogyha valaki elveszíti az egyik lábán. Most ő van ellenünk, Bebra, a húsángomban szétvágom Bebrát, vigyétek, mert neki egy Thanos kardja van, nekem meg egy ilyen nyújtótáskám, és mégis te győztük. Van egy ilyen shopit, vigyétek, tudok, annyi pénze van, mint az állat venni cuccok. A következő kérdés, ami az, hogy legyen egy aranyos kis kutyuli mutyuli, vagy egy cicánkát, srácok, és sokkal jobban szeretem a kutyákat. Szóval kutyacsapat. Tudom, ti hogy vagytok vele, jelezzétek kommentben, ez iszonyatosan érdekel, hogy a kutyákat vagy a cicákat szeretitek jobban. Vajon az emberiség hogy dönt itt a Robloxon belül, és kutyacsapat. Gyertek ide, balondosok, gyertek ide, mindjárt kapunk titeket, figyeljetek, hogy győztek a kutyacsapatok. Azt hiszem, hogy nem vettem meg, véletlenül lehet a Nóra mentem. Aha, és most már megvan a kard. Meg akarjuk csinálni a házi feladatunkat a suliból, vagy nem akarjuk, úristen, én úgy utáltam házi feladatot írni, de srácok, muszáj, azzal fejlődünk, nem kapunk egyes, nem kapunk feketén, szóval megcsináljuk a házi feladatot. Ó, azt a figyeljetek, már jó gyerekekkel vagyok körülbelül, és itt a menőkard a kezembe, valakinek már fegyója van, hát akkor nekem is kéne egy fegyót venni, de mennyit sem ezt, figyeljetek már, konkrétan én kardoztam le az egyik hölgyet, itt a másik is, mit akarsz, te nem írod meg a házi feladatot, járanás, pángolás, ez az, legyőztem a második embert is, és már csak egy menekül, egy kalóz menekül itt a vidéken, és lehoztuk az egész meccset, ez az! Lehet venni $200 ilyen special roundot, megnézni, hogy mi az a special round, de megvettem, srácok, $200-ért, vajon ebben mi lesz a különleges? Itt a special round, srácok, Mbappét vagy Haalandet válaszok, aki ismeri a focit, ő kettő remek játékos, így fogalmam sincs, de jó, Mbappéra megyek, Mbappét egy kicsikét jobban szeretem, na majd kiderül, hogy ki nyer, ki a jobb focista? Az emberek döntenek, Mbappé vagy Haaland? Azt nem sokkal, de Mbappé-jel, és szuper helyszünk van, szuper életerünk van, azt mondják, amilyen megvettem a specialt. Figyeljetek, már eldobálja valamelyik kardra játékosokat az egész téren. Na jó, győzzük le, Mbappé győzzön! Mbappé fog győzni, figyeljetek, már úgy kardozok, mint az állt, de óha, én egy ütés vagyok, szóval oda kéne figyelnem. De jó, sikerült, legyőztem Fruskirám, hogy nyert az Mbappé csapat. Úristen, végtelen Robaxot vennénk a karakterünkre teljesen ingyen, vagy nem lennének a világon háború, Robax! De jó, természetesen nem a Robaxot fogom váltani, ne legyenek háborúk, az olyan rosszak, vagy ki az, aki a Robaxra fog vajon menni? Ezt nem hiszem el, srácok, öten az ingyen Robaxot választanak a háborúk helyett a világon, ilyen emberekben van a sorsunk! Ez konkrétan hihetetlen, srácok, le fognak minket a Robaxosok győzni, de segítség, jó, Markintos gyorsan legyőzöm, hiszen feküdt a földön, oké, ezt lekardozta, nem sokan vagyunk, nyertünk, ez az, nyert a béke. Pénzt kapok azért, hiszen elolvasok egy könyvet, hogy pénzt kapok azért, mert megnézek egy sorozatot, hát srácok, jó lenne könyvet olvasni, és sorozatot sokkal többet szoktam nézni, nem igazán érek rá könyveket olvasni, de nagyon kíváncsi, hogy ki mire fog szavazni, hát szerintem a sorozat, nem is fértünk be egy sorba, azt, hogy megkaptam mindenki egyszer a kanyát, hát sajnálom könyvesek, de a sorozatosok nyertek, egy stop tábla fegyvere van Livának, halló, hát az nem olyan effektív, mondogatja az emberek, hogy stop, engem nem szabad megütni, stop. Hát srácok, elég könnyedén legyőztük a könyveseket, gyorsan bevittem az utolsó döfést, és gyertek a sorozatosok. Romániát válasszuk, vagy Amerikát? Na hát ez egy elképesztően jó kérdés. Én már voltam Romániában, Amerikában még nem jártam, szóval akkor Amerikát válaszolom, hiszen ide is el szeretnék majd valamikor menni. Hát szerintem úgy Európában vagyunk, szóval Romániát elég sokan fogják választani, de majd kiderül. De vajon Romániára, azt a többen szavaztak Romániára, mint Amerikára. Hű, hát ez amúgy furcsálom, de ez mi ez a láb? Grappling húkok vannak, és be kell húzni őket a célba. Na jó, hát srácok, én nekem nagyon oda kell figyelnem, hogy nehogy engem húzzanak be félete, hiszen az a gond, hogy úristen, megégett már a lábába. Jó, már csak egy ember van, már csak egy embert kell valahogy behúzni, én próbál, lövögetem, gyere! Aj, nem bírom, srácok, figyeljetek, most jó lesz, behúztuk! Hasonló kérdés, minden problémát megoldunk a világba, vagy ezer Robax? Ki az, aki az ezer Robaxra megy itt, és srácok, minden problémát megoldunk a világba? Ezt nem hiszem, srácok.
Srácok, többen is mentek az 1000 Robux felé, hát hogyha itt valaki a... inkább 1000 Robuxot, ami inkább 1500 forintot választanának az egész világ problémái megoldása helyett. Hát én ezt nem hiszem, kik ezek az emberek? Velünk szembe szállni az 1000 Robuxos gyerek, szépen le is kardozzuk, már csak talán egy ember él a Robuxosok közül. Gyere ide Ricotelli, gyere ide, meg nem legyőzött. Elhalasztanánk a nyarat, szóval tovább lépnénk rajta, vagy elhalasztanánk a telet? Én a nyarat semmiféleképpen, a telet annyira nem szeretem a nyárhoz képest, szóval skippeljük el a telet! Imádom a nyarat, lehet fürdeni, lehet motorozni, lehet nyaralni, mindent is! Jelen meg mi van? Hideg. A kíváncsiak, hogy hányan óram, atyám, ennyien arra mentek, hogy inkább a nyarat akarják-e? Hát ezeknek nincsen légkondjuk, szerintem azt azért mennek arra. Na mindegy, kardozzunk, győzzünk az igazságért. Igen, kiejtetek srácok, de a csapattársaim elképesztően erősek, már csak két ember van. Már csak egy ember van srácok a nyár skippelősökkel, szóval győzzétek le csapatom. A történelemben srácok nem jelent volna meg a zene, vagy a történelemben nem jelent meg volna a művészet. Hát én azt mondom srácok, hogy inkább ne legyen zene, mint nem lenne filmek, festmények, képek, fotózások, sorozatok. Igaz, a zenét is szeretem, de inkább az legyen, mint az, hogy ha ezt elbukjuk. Nem tudom, hogy vagytok, a zenét is szeretem, de a sorozatokat, YouTube videókat, mindenféle mókás cuccokat sokkal jobban, mint a zenét. Ezért én ezt választottam, de hogy veszem észre, engem mindenki le akar. Pap Hanna, VS Sajtó, Pap Hannát legyőztem, már csak pár játékos van. Aristen, még egy embert legyőztem, oké, de most már hátra kell menekülni, már két embert legyőztem. Itt van Dominiknek is együtt, és három kill is megvan. Többet nem tudok tenni, srácok, győzzetek már ti. Ilvát is legyőztem, srácok, négy embert le tudok kardozni itt a játékon belül. Hát én ezt nem hiszem, mert Ilva megregeli a HP-ját. De nyertünk, legyőztük a csapatot. 6 óránként megennék egy Big Mac-et, amit én igazából nagyon szeretek, vagy nagyon extra Michelin csillagos kajákat ennék, de csak 4 naponta. Hát bevallom az összítét, srácok, én 4 naponta nem bírnék csak 4 napon tenni, szóval inkább megyünk Big Mac-et. Tudom, hogy annyira nem egészséges, mint hogyha mondjuk 4 napon tennék valami nagyon király kaját. Konkrétan heti kétszer lehetnék, hogyha minden jól megy, de húzom! Behúztam én az egyik játékos! Milyen a másik játékost is! Srácok, legyőztük az egészet! Legyőztek a Big Mac-esek! Egyszerűen seriális ez a játék, hogyha szeretitek, hogy folytassuk, és még válaszunk ilyen nagyon menő kérdések közül, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hiszen ez a videó ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a kövi részben, Tali! Szevasztok, srácok!